Jó, mondjátok utána. Köszönöm Jézus, hogy megszabadítottál a sötétség birodalmába, és a világosság országába vedettél. Drága véred árán váltottál meg, és én hozzád tartozom, újjászülettem, és Isten családjának tagja vagyok. Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Tovább. Beismerem, és megvallom, hogy őseim vétkeztek, és törvényedet megszegték, gondolatban, szóban és cselekedetekkel tettük ezt. Különösen ezekben a bűnökben való részvétel által. Ezt majd megvalljuk mindjárt végén. Megbocsátom az őseimnek bűneik következményeit, amelyeket az én életemben is tapasztalok. Vállalom a felelősséget azért, hogy én is megismételtem az ő vétkeiket. Megbánom előtted, hogy így tettem, és bocsánatot kérek tőled, Istenem, bocsánatot kérek az ősök bűneiért, és bocsánatot kérek mindazokért a bűnökért, amit én is elkövettem. Köszönöm Jézus, hogy halálod által megváltottál és megszabadítottál a generációs bűnátkától, Galata 3.13 szerint. Köszönöm, hogy benned úgy döntettem, hogy teljes szívemből Isten családjával akarok azonosulni. És így minden tőled jövő ígéretnek és áldásnak örököse leszek. Igényt tartok szabadságra ezen bűnök következményeitől, minden kimondott vagy következményes generációs átoktól. Úr Jézus nevében. Amen. Most mondjátok ki magatokban, én közben mondom, drága mennyei atyám, kérlek Uram Istenem, hogy te hozd fel a szívükbe, Uram, én drága testvéreimnek megbocsátatlanságot, megsértődöttséget, hogy mindazoknak a személyeknek, Uram, akik valaha is megsértették őket, Uram, vagy valótlan mondtak rájuk, és egyébként besértődtek, és nem tudtak megbocsájtani, Uram, Istenem, kérlek, hogy most rossz föl, te vizsgáld meg a szívüket, veséjüket, Uram, mert te vagy a szíveknek, veséknek vizsgálva, és a gondolatot is megítéled, Uram, hogy most rossz föl nekik, Uram, hogy meg tudjanak tiszta szívből bocsájtani mindenkinek, Uram. És most hagyok nektek egy kis időt, és nagyon halkan vagy magadban mondd ki, hogy megbocsájtok ennek, megbocsájtok annak. Ezeket mind szedjétek össze a gondolataitokat, hallgassatok a Szent Szellemre, mit hoz föl. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtti, teljesen mindegy. Most mondd ki, ne hagyjál benn semmit se, azért vagy itt, hogy most megszabaduljál. Te fogsz megszabadulni a megkötözöttségből, ahogy megvallod, és helyette le fogsz töltekedni a Szent Szellemnek a szeretetével, erejével, és szedd össze a gondolataidat, nyugodtan hallgass a Szent Szellemre, és mondd ki magadban halkan, megbocsájtasz tiszta szívből, bármi is volt az, ne azt nézd, hogy kinek volt igaza, hanem azt nézd, hogy Isten megbocsájtott neki is, ne neked is. És
és ezért neked is kötelességed megbocsájtani mindenkinek. Enélkül nem tudsz fejlődni, sem az ellenvilágban, nem tudsz betöltekezni, nem fogsz tudni üdvözölni, mert megbocsátatlanság a szívben nem lehet, és már nem fogunk megtisztulni semmi tűzse, ha nem vagyunk tiszták, föl sem kerülünk. Nem mindegy. Drága mennyei atyám, köszönjük neked, Uram Istenem, te úgy szerettél bennünket, egyszülött fiadat, Úr Jézust elküldted, mikor még bűnösök voltunk. Drága mennyei atyám, köszönjük neked, hogy Úr Jézus Krisztus a drága vérét kifolyotta értünk. Köszönjük neked, mennyei atyám, hogy Úr Jézus Krisztust a te jobbodra emelted, Uram, és ő a királyok király uraknak, Ura, és az ő nevére minden tér meghajol, Uram. Köszönjük neked, atyám, hogy te adtál nekünk ilyen hatalmat, oldáskötés hatalmát, Uram Isten. Drága jóságos mennyei atyám, én most Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, hálás csak vagyunk, hogy Jézus nevét használhatjuk. Mert a te igédben azt írod, Uram, nem sokkal tették kevésbé bennünket, mint Úr Jézust. De mi megvalljuk, hogy sose vagyunk egy szinten vele, mert ő a te egyszülött fiad, mi meg Isten gyermekei vagyunk, ez a te dicsőséged, atyám. Köszönjük, atyám, hogy nekünk adtad a mennek a kulcsát, Uram, és amit megoldunk a földön, oldva lesz a mennyben is. Amit megoldunk, megkötözünk a földön, kötözve lesz a mennyben is, Uram. És mivel az igével élünk, Uram, mi ezt hittel elvettük, atyám, és most naveleti Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, mindenféle ősöktől kapott generációs átkokat, Uram, megvallottak a drága testvérem, és ez a megbocsátatlanság, Uram Istenem, besértődöttség, és ennek minden egyes csatlócsa, amit egy élet alatt beengedtek a drága testvérem, Úr Jézus hatalmas nevével megkötözöm, megtöröm a hatalmát, Jézus hatalmas nevével teszem, és Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében parancsolom, itt és most eltávoztam. Leveszitek a kedeteket a drága testvéreiből. Mindenféle tisztátalan szellem, besértődés, megbocsátatlanság, és ennek csatlósai eltávoztak az életünkből. Úr Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen, mondjatok rá, ha egyet értetek. Amen, dicsőség az Úré, köszönjük meg. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, Uram, én a szellemvilágban, atyám, bezárom ezeket az ajtókat, Uram, szellem, lélek és testelőtt, Uram, ezek a szellemiségek többé vissza nem jöhetnek, Uram Istenem. És drága mennyei atyám, kérlek tégedet, ami most megüresedés történt az én drága testvéreimben, jöjj, drága Szent Szellem, te töltsd be őket, Uram Istenem, nem hagyjuk üresen az edényt, Uram, hogy te az igédben is leírod, hogy üres az edény, és hét gonoszabb megy vissza, Uram. Mi nem hagyjuk, Uram, üressen, hanem kérlek, drága Szent Szellem, töltsd be az én drága testvéreimet, Uram. Töltsd be mindenféle hiányosságot, mindenféle ürességet, ami most megüresedés történt az életünkbe, Uram. Amit most kitettek a Szent Szellemnek a kenete, szeretete, töltse be az én drága testvéreimet. Jöjj, drága Szent Szellem, jöjj, drága Szent Szellem, töltsd be őket. Úr Jézus nevében. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak, drága testvéreim, jó az Úr, dicsőség neki, menjünk tovább, testvéreim. Következő csomag, amiből nagy átkot tudunk magunkra helyezni, és ha van rá példa, hogy ezt még nap, mint nap el is követik keresztények is, ez a zsusáruló beszéd és a ráharmazó beszédek. Nézzük meg, hogy mit mond erről az ige. Róma 1.28 ezt írja, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre, képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Egy keresztényekről beszél ez is, ugye?
hogy ilyen van keresztényekben. Sajnos. Róma 1.30 ezt írja, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőpösök, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek. Ezeket a bűnöket csorolja itt fel. 31. ezt írja, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jó lehet Isten végzését ismerik, vagy kik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Nem azt mondja, hogy a mennyországba mennek. Nézd meg! Pedig keresztényekről beszél. Halálra méltók. Azt mondja Jób 23, egy figyelj ide. 23. fejezet első verse. Ezt írja. Súlyosabb rajtam a csapás a panaszkodó. Elismerő szerintem mindnyájunknak. Összetalálkozunk, most mindegy, mire ima alkalom, vagy bármi, akkor már fél óra csak a panaszkodás meg. Persze el kell mondani, egy szabadító szolgálat, el kell mondani. Az életedet szinte gyerekkorattól kezd, vagy hol ért sérelem, ez természetes dolog. De amikor már eltelik nem tudom hány év, az csak bígalva kezdődik, hogy panaszkodsz, és panaszkodsz, és panaszkodsz, és panaszkodsz, a jó maga mondja, rosszabbul lesz dolgod. De miért lesz rosszabbul dolgod? Ahogy panaszkodsz másnak, kipanaszkodod magad, egy kicsit neked jó esik, mert végre elmondtad valakinek. De tudod, ilyenkor elégtételt vette a másikon. Nem bocsátottál meg. Mert ha megbocsátottál, akkor eszedbe se jut, ezt már az imént tisztáztuk. És miért lesz rosszabbú dolgod, hogy a jó bírja? Azért lesz rosszabbú dolgod, mert mikor panaszkodsz valamire, bármi sérelem ér tégedet, még ha jogos is, most nem ez nézzük, hogy jogos vagy nem jogos. Ha jogos, ha nem jogos, meg kell tudni bocsátani. Kész. Ha nem. Ahogy panaszkodsz, hogy kimondod, azokat a tisztátalan szellemeknek mindig erősíted őket. Mondjuk valami bánt téged, most mindegy milyen igét mondanál, mondjuk a férjed iszik mondjuk, és akkor mondanál, már megint berúgott. Na mert én, hát pedig annyit imádkoztunk már érte, de már megint berúgott. A alkoholnak a szellemiségét erősíted meg benne a férjedbe. Nem jót tezel se neki, se magad. Ezért mondja az ige, haragosod, de imádkozna. Mert hogyha akkor már béke van a szívedben, akkor figyelj, azt mondaná, figyelj, te imádkozunk a férjemé. Ne így olyannyit, áldja meg az Úr őtet. Mennyivel másképp hangzik? Akkor szellemét nem erősítetted meg, megkötöttük, megtörjük a hatalmát, és imádkozunk ért, hogy az Úr indítsa az ő szívét, azt egyszer csak kihozza. Mert nem te fogod megváltoztatni a férjedet, de nem te fogod megváltoztatni a feleségedet, hanem te imádkozol az Úrodat, majd a munkálkodik a szívét. Ez így működik. Úgyhogy nem panaszkodjuk ki magunkat, mert megerősítettük az ellenséget, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk ezzel, azért jövünk össze. Imádkozunk. Imádkozunk ezért, imádkozunk azért, imádkozunk munkáért, imádkozunk a anyósomért, imádkozunk ezért, ami fáj a szívedben. De nem fél óráig csak mondod, és az ellenség meg erősödik. Nem, erőt leköszöntünk. Megyek tovább egy pár igével. Azt mondja, példabeszédek 4.23 ezt írja, őrizd a szívedet, óvakodj a száj hamisságától. Csak mindig az igazság. Az nagyon jól fog működni. Példabeszédek 12.12 ezt írja, figyelj! Ajkaknak vétkében gonosz tör van. Gonosz tör. Elmondom, hogy működik az ellenvilág. Ha valakire mondtál valami rosszat, a sátán fogja a nyílvesszőt és már nyomja is rád. És benne van a Bibliában, hogy nyílvesszők mennek be. És ez fájdalom is lesz, testi fájdalom. Szívedbe, karodba, párhol. Testi fájdalom. Valakiben nyílvesszők vannak, több, sok-sok nyílvessző. El is hozzátartozik a szabadító szolgálathoz.
hogy ezekre is megszabaduljunk, ne csak beszéljünk róla. Úgyhogy, mikor a másikat szidod az ördögnek, jó, a tapta, hogy nyilvesszőt is tolja be. De neked is egyszerre kettőt csap. Meg kivintett úgy arat, oda-vissza jár egyből. De ott is talált lukat, azért működik az átok, ugye? Valakit megátkozol, az tényleg megdöglött a szomszédlóval, most csak mondom. Mert te kimondtad is. Hát mert az átok ott tűnt. Joga volt annak a szellemiségnek bemenni. De te rád is visszamegy, vigyázz. Te sem maradsz ki, mert alapangon azt írja az ige, ki mint vet úgy, aki másnak vermetás, maga esik be. Szóval, úgyhogy te is megkapod a beosztásodat. Na most kérdez el, mikor áldad őt, hallod azt, hú, valaki szidott el, na áldja meg az úr, ki voltad? Na most imádkozunk érte. És akkor áldjuk őt. Te rád az áldás, ővel is jót tettél, mert mikor áldást küldesz rá, jó szeremek mennek rá arra a személyre. És egyszer eltől legyőzik azt a tisztáltal a szellemiséget. Ha meg nem, az úr majd oda csap neki. Bízd az úrra, ne te intézd le. Ítélkezni csak ő ítélkezhet. Ugye nagyon vigyázzatok. Azt mondja a példabeszédek 15.2. A nyelv szerintség az élet pálya. Ebben van az életed és a halálod, a nyelvedben. Annak köszönhetsz mindent. Ebben nagyon tudunk átkozni. Vigyázz, csak ilyeneket mondod. Jaj, ez a hülye gyerek, ez olyan szerencsétlen. Jaj, szegény! Miket mondtál? Szegény? Az nem is lesz gazdag. Azt a szellemiséget rázadítottad. Saját gyerekedre vagy saját magadra. Én olyan szerencsétlen vagyok. Az is lesz. Ha kimondtad, mit akarsz? Csak hogy értsd. Mi van a nyelvünkben? Ilyeneket nem mondunk. Hanem halleluja, Isten gyermekei vagyunk, az Úr betölti minden javunkat, és dúskálni fogunk. János 10.10 azt írja, Úr Jézus szegényé tette magát, hogy ti bőrködjetek, ámen. Ez vettem. És ez így is lesz, hidd el. Ez így is lesz. Amen. Halleluja, ez a gyermek. Ki megtartja száját, nyelvét, megtartja az életét a nyomorúságtól. Figyelsz? Mit írja az ige? A nyelved véget van nyomorúságban. Igaz, testvére? Nem mondom ki semmit, szerencsétlen vagyok. Már milyen rosszul jártam meg itt. Gondolja, szoktam mondani, valami nem úgy sikerül, hogy te azt gondoltad. Mindig azt mondja, háló, sokkal jobban akar adni. Sokkal jobban. És ez tényleg így van. Tudom, hogy ezt nehéz lehinni is, de higgyétek el, hogy ennek a dolgok így vannak. Mert mi is ott voltunk, hallod, iszonyatos milliókot ellopott a csáta, hallod, négy komoly balesetek volt, meg mi. De már áldásra vagyunk, dicsőség az Úré. De ennek keresztül mentünk. És akkor arra tudtam én is mondani, hát. Ilyenkor hol van Isten, igaz? Jó, mikor baj van? Nem, hol voltál? Hol voltál? Ott, ahol szokott lenni, ahol lenne már. Hát ugyanott van, nem mártozott meg, ő szeret tégedet, de mi saját magunkat tudatlanságunknál fogva leátkozunk. Ami már nem. De ti se átkozzátok le magatokat. Nagyon figyelj oda, milyen szót mondasz ki. Szépű szól a száj. Akkor valakire találkozni, és csak pulózítja a másikat, abba van te lesz ilyen. Szép is a száj. Áldani, 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 áldani. Kész. Ez tényleg így van. Tegnap is valaki mondott valamit, nem tudom ki mit mondott ránk, na jó, mondom, imádkozunk érte. Kész. Ennyi. Hát milyen baj az neki? Az ő baja. Nem a miénké. Figyelj. Ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, magunkat csaljuk meg, egy János levél írja 1.8. Aki bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledezik. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született. De egy János levél írja 3. fejezet, 2. ige verse. Ha te újjá születtél, amiről már szó volt, akkor te már nem fogsz bűnt elkövetni.
Hát hiszen te benned már Jézus magja ég. Hiába mondanak rád akármit, figyelj! Szóval mondom, sajnálod öted meg, így meg van kötöd, vagy szív bennünket. És akkor tényleg imádkozol érte. Dicsőség az Úrért. Na, drága testvérem, az Úrban azt írja az ige jelenések 3:5, az Úr jóknak nevét nem törli ki az élet könyvéből. Ismeritek az igét. Jön az Úr, fölhajtja a könyvet. Kis piroska nincs benne. Féle. Á, nagy Jóska, jössz velem. Így fogja csinálni. Hát be vagy írva az élet könyvében, vagy nem vagy beírva. Erre ügyeljetek, jó? Figyeljetek, ide susálló beszédet megvalljuk, benne vagytok? Susálló beszéd, takaradjon ki az állatok. Ebből jó sokan pír az ember nyomni. Jó, nehogy azt itt, hogy én külön voltam. Ha 5 perc alatt az egész Veresegyházat le bírtam rendezni. Jó, bánja velem erőttem, már Kornélia rám szólt, hogy na már ő sem bírja hallgatni. De nem is volt, figyeljetek rajta a áldás, egy cikra sem. Jöttek a balesetek. Nagyon sok baleset. Várom leszakadt, csipcsontom kellett ütött, új. És ott az anyagi vonzat is volt, autók mindig ripityára törtek. És nem dolgoztam másfél évig. Úgyhogy na ez volt az átok, nem áldás volt az. De nagyon bírtam szinte mindenkit. Na úgyhogy most megvagyunk. Rendben van? Benne vagytok? Benne vagytok, ami konkrétan jut ebben pár, amit még kifejezettem valakire, hogy rámondta, akkor azt is úgy mond ki, jó? Ami konkrétan eszednek. Szabaduljunk ettől átottal is ebben, mert jó sokat bír az ember a nyelvében magára venni. Az életünk, halálunk nyelvünkben. Tudjátok, Isten azt mondta, hogy legyetek, ki mondta, és lettünk. De vigyázz! Ez a nagy teremtő erőt a te nyelvedbe is behelyezte. Amit kimondasz, úgy van. Amit kimondasz, akik közelebb vannak hozzánk, azok tudják, figyelj, de mikor szívünkben volt, hogy hú, kocsi, meg minden, uram, megadod rá a pénzt, és akkor meg lesz. Megadta rá. Megadta. Pedig nem volt akkor még 2 forint sem zsebünkben. Tényleg. Ilyen az Isten. Nektek is megadja, nehogy azt higgyétek, csak engem szeretett mindjártokat. És megadja. De ezeken az átkokon mi is keresztül mentünk. Aztán jött az ördög, figyelt, 30 milliót úgy kilopott a nyelvünkbe, mint a húzott. Egyből koltosok lettünk. Egy kis időre. Mert az Úr azt ölevel ám mindenkit. Az Úr azt tudom, olyan fordulatot hozz, hogy még csak nem. Volt, akinek oda vitett a politéba komoly összeg. Úr, megoldja! Engem nem kell el nagy ami. Szíved legyen rendben mindenkire, csak jót mondjál, és helyre teszi az életed. Ilyen az Isten, figyelj, de gondold el, a földbolygó minden. Ő csak indít egy angyalt, valakinek a szívére jelz egy gazdagnak, hogy adjon oda neked 500 000, vagy több millió, vagy bármi. Ha nem egy ilyen eset volt. Nem belünk ez, de volt. Na, imádkozunk akkor, jó, ezt a susálló beszédet, meg tényleg valakire elkezdünk beszélgetni, nincs ahova baj valakiről beszélgetni, akkor már túlléped a határ, tudod? Mondod rá, mondod, az is mondja, ez utálatos az Úr előtt. Megvalljuk. Jó? Benne vagytok? Akkor mondjátok utána. Drága mennyei Atyám, köszönjük Uram Istenem, hogy Te ilyen hatalmat adtál a mi nyelvünkbe, Uram. Benne van az életünk és a halálunk. Belerejtetted a teremtő erőt, Uram. És azt írja az Efézus 4:29, hogy a ti szátokat csak építő szavak hagyják el. Uram Istenem, milyenek akarunk lenni? És most megvalljuk neked, Atyám, hogy mi bűnt követtünk el, átkozódtunk, susálló beszédeket beszéltünk. Kérjük, Uram, most vizsgáld meg a mi szívünket, és hozd föl mindazokat a dolgokat, hogy meg tudjuk vallani, Atyám, hogy megszabaduljunk ettől a szellemiségtől. Úr Jézus nevében. Amen.
Szedjétek össze a gondolataitokat, ami jut eszetekbe. Akár a gyerekedet rosszat mondtál, amikor mérges voltál. Vagy rosszat gondoltál, az ugyanaz. Az ige is mondja, gondolatban is el lehet a bűnt követni, azt is vald meg. Ne hagyják ki semmit sem. Ne menj innét úgy el, hogy az edényed nem tisztul meg. Feleségeddel, férjeddel vitatkoztál, veszekedtél, akkor most vald meg, vagy rosszat mondtál király. Ne hagyd magadban, gyermekeddel kapcsolatosan volt konfliktus, azt is vald meg. Édesanyád, édesapád, nem értettél vele egyet, ha nem is szóltál vissza neki, de gondolatban ott volt a visszaszólás. De hagyd ki, vald meg azt is, tiszta szívedből tedd ki. Főnököiddel kapcsolatosan, ahol dolgoztál, valaki olyat szólt hozzád, vagy alkalmazottak. Vald meg, ne hagyjál bent semmit sem. Amit most megvallasz, az kimegy az életedben, az nem lesz ott. Helyett a Szent Szellem fog beköltözni. És a Szent Szellemben van az erő, a tűz, a szeretet, a hit, minden elvele van. Úgyhogy azon legyen, hogy azt költözöd a te életedbe, hogy elérkezzél tényleg odáig, valaki mond rád valamit, ha nem is fedi valóságot, de már nem megsértődsz, hanem egyből imádkozol az eszemélyét. Vald meg azt is, hogy gyülekezetbe jártál, és ott besérültél, akár a pásztor, vagy presbiterek, vagy bárki olyat tett, vagy olyat mondott rád, ami neked fájt, és függetlenül kinek volt igaz, ezt már tisztáztuk. És ha te is rossz gondolatod volt, akkor most ezt is mondd ki, hogy ez és ez, erre, ezt mondtam, ezt gondoltam, Uram, semmit se hagyjál benne. Semmit sem. Meg fogod tapasztalni, hogy micsoda boldogság fogja felütni az életedet, hogy így szép lassan mindenféle tisztátalanságtól az ember megszabadul. Ez egy folyamat, ez nem megy egyik percről a másikra. Pál apostol volt olyan szerencsés helyzetben, hogy a damaszkuszi úton az Úr megérintette őt. Ő belőle kinyomta hamar mindenféle bűnt, pedig aztán gyilkosság szellemisége minden ott volt vele, hajszolta az igaz keresztényeket. Drága mennyei atyám, köszönjük, Uram, ezt a hatalmat, amit te belénk helyeztél, Uram, és ezt mi hittel elvettük, atyám. És a te igéd azt írja, Uram, hogy kígyókon, skorpiókon taposunk, és nem árt nekünk, Uram, mi ezt hittel elvettük, atyám, mert te nem ember vagy, hogy hazudjál. Köszönjük neked, Uram Istenem, hogy az igéd is mondja, nagyobb az, aki bennünk van, Uram, mint aki a világban van. És atyám, hálát tölt el a szívünket, hogy Úr Jézus Krisztus a királyok királya, Uraknak, Urakinek a nevére minden tért meghajol, menjen földön és föld alatt lévő. Uram Istenem, Úr Jézus hatalmas erejével, Uram, és az ő nevével, Nazareti Jézus hatalmas nevében megkötözzük, és megtörjük a susárló beszédnek a szellemiségét, és minden csatlósát, Uram. Megkötözzük és megtörjük, Uram, és Nazareti Jézus hatalmas nevével parancsoljuk, Uram, itt és most kimentek a drága testvéreimből, leveszitek a kezeteket róla, Úr Jézus hatalmas nevében. Kérünk, drága jóságos mennyei atyám, te küldjed a te angyalaidat, akik összeszedik ezeket a tisztátalan szellemeket, Uram Istenem, és leviszik a velem mélyére, amit nekik készítettél, drága jó atyám. Uram, hálás csak vagyunk neked, atyám, becsukjuk az ajtókat a szellemvilágban, Uram, szellem, lélek, test előtt, vissza nem jöhetnek ezek a szellemiségek többé, Uram, a te dicsőségedre.
Drága jóságos mennyi atyám, kérlek tégedet Jézus nevében, ami most megüresedés történt az én drága testvéreimben, a te szent szellemednek a kenete ereje töltse be az én drága testvéreimet. Jöjj, drága szent szellem, töltsd be őket, csurdolati uram! Tetőtől talpig töltsd be őket, uram, hogy ne legyen üres az ő edények, uram Istenem. Töltsd be a te drága szent szellemi kenetettel, jöjj, drága szent szellem, töltsd be őket, Úr Jézus hatalmas nevében. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak, jó az Úr. Drága testvéreim, megyünk tovább. Van itt még két nagyon kemény dolog, ami igen nagy átkot tud hozni a mi életünkre. Ez mi is ez, mivel hogy generáción keresztül tudjuk örökölni a bűnöket. És van itt ilyen, hogy szabad körülvetség és kommunizmus. Na most a kommunizmust hogyan lettél te átok alatt? Ugye főleg mondanám a fiatalok, ő nem volt az. De az apád ott volt meg a nagyapád, ha tetszett, ha nem. És bizony ott a nesküt kellett tenni a kisdobos 6 pontjára. Esküt tette az úttörő 12 pontjára, ez mind a sátánnak tetted. És ha valaki katona volt, akkor lenni, meg orosz katonákat kellett ott a hattába. Nekünk még nincsen, csak Jézus él ott, hogy ki van így, vagy Jézus él, mi ezt valljuk most már. De mivel hogy az őseink is ebben szerződést kötöttek az ördöggel ezáltal, meg hát én is konkrétan, de én már ezt megvallottam, mert ugye én is voltam katona, meg voltam úttörő is, meg kisdobos is, úgyhogy. És ugye a szabad körmeseknek a ötágú csillag az ő jelünk, azt tudnotok kell, hogy az ötágú csillag lent van, és az ő bibliájában az övéki az teljesen más, körzők meg ezeket megpuszítassák az emberre, esküt tesznek rá. Na most ugyanarra tettük az esküt, csak mi a vörös kereszt volt, ugye ismerik a idősebbek a vörös kereszt, a régi kommunista kereszt. Ugyanúgy megtettük az esküt erre. Úgyhogy a kommunizmusnak az átka, a bálvány imádástól kezdve minden jött, amit ugye Magyarország az kifejezetten nagy bálvány imádó, itt mindenféle írótól kezdve, meg harcos nagymesterbe mindenkit meg kell itt állandóan koronázni, meg virágot gyűjteni, meg happávának előtte. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon nagy átok, amit a ősök már magukra vettek, és ezáltal mi ránk is ez az elemesség. Bizony nagyon keményen hat, mert ebben nagyon súlyos sok betegség is be tud jönni. Egy párat szeretnék nektek felolvasni, kikeresem ezt a szabad körülmességnek a átkait. Igen, mindjárt pillanat, hogy mit csinálnak a 32 fokozaton ezek a szabad körülmesek, ott meg hogyan kell esküket mondani. Az első fokozat, a szabadkövesség első fokozat rituálja, majdnem minden teljesen megegyezik, minden új tagnak fogadalmat kell tenni, melyben titoktartásra kötelezik magukat. Amennyiben fogadalmukat megszegik, büntetésre vágják meg arcukat, fűtő fülig. Tépjék ki a nyelvüket. Ők ezt ki is mondják. Ez egy átok, igaz, ez nem áldás. És ezt kimondják, és figyelj, a saját gyermekeiket is leátkoztatják velük, mert kimondatják. A sátán azt tudja, amit kimondasz, arra joga van neki elvégezni. Ugye, mint szokták a romák régen mondani, legyen meg a rákötet. És akkor tényleg megeszi, csodálkozik, azt közben ő mondta ki. Nem szabad, nagyon oda kell figyelni. Szóval miközben fogadalmat mondják, hüvelykújjukat keresztül húzzák, és mutatják, hogy ez élesen komoly. Azt mondja, a fogadalom után megtanulják a speciális készfogást. Nadrágunk bal lábon felhúzva, vontató kötél a nyakukba téve. Háttérben 2 darab dupla háromszög, előtte szemük bekötözve, ők a vak jelöltek, miközben azt hallódják nekik, hogy ők a megvilágosodottak. Ők ezek lesznek. És közben szellemi vakságba mennek meg a halálba egyértelműen. De itt ennek van egy olyan hátulütője, hogy akiket becserkésznek,
azért földúzzasszák először a bakszámlákat. De nem csak maguktól szaladtak oda az emberek, meg akárki nem mehetett oda. Az a második fokozatnál felszenteléskor, mert a szabadkövesség második fokozat a rituálja, fogadalmat tesznek, titoktartása megint. Hárulók lesznek, büntetésű vágják fel a mellkasokat, tépik ki a szívüket, vessék oda a ragadozóknak. Ilyet már lehetett hallani, hogy egy nagy bankár meghalt, senki nem tudta, meg ezeket nem is fogják elkapni, mert kezükben van minden hatalom. Valóban azt tesznek, amit akarnak a más életében. Aztán a hüvelyi kőjakkal ugye le van írva, hogy hogy fognak kezet. Levetetik a jeggyűrűt a második fokozaton. A jeggyűrű az egy pecsét, hogy ki a feleségem, és ez a szellemvilágban is egy pecsét. Mikor levetetik ezt, az ördögnek joga van a házastársak közé menni. És szétszedni a házasságot. Szellemiekben is. Úgyhogy nagyon nagy jelentősége van neki. Mellkast megszúrják a körzővel, félelem társul ez a tevékenység, az abban a pillanatban a félelem szellemisége már benne van. Azt az embert már ijeszgetik magával, családjával, sőt ki is mondatták az átlat. Szóval ez egy 22-es csapda, akire belépett. Azt mondja, a templomban tiltják a Jézus nevét, való imádkozást, imájukat mindig átokkal fejedik be, legyen úgy, ahogy mi imádkoztunk. De ők nem jót imádkoznak, azt mondanom se kell nektek. Szóval a harmadik fokozat, vigyed, a tegyfogadalom szövetségével titoktartást fogadnak meg ismét, felhatalmazzák testvéreket, hogy az árulók lennének, vágják ketté a testüket, tégjék ki belőlük részeiket, égessék porrádokat, fogadalom közben mindkét kezet tenyeret kifordítva teszik, ez a készfogás a szög jelenében ismert mindkét szervezetben, Krisztus kezén átmenő szögeket jelképezi a keresztre feszítéskor. Derekukra kötik a kötelet, pogány oltár előtt le kell borulniuk, Szent Bibliájuk rajta a körző, ezt megcsókoltatják velük, szemük mindvégig be van kötve, vakságban vannak, szerelő vakságban, minden egyes fokozatnál van egy eskü, és minden egyes fokozatnál megátkozzák magukat és a leszármazottaikat. Ez a harmadik fokozat, 33-on ebből minden lesz felolvasva, mert aki ezt leírta, Isten kihozta azt a szemét. Annyit tudni pontosan, hogy ott mit csináltak. Annyit van leírva, ez a szemét Isten kihozta. És elmondta, hogy 33 fokozatot már sokan nem végzik el, mert a harmadiknál már rájönnek, hogy nagy gáz van. De nincs kilépés testvére. Ma az életével játszik, meg a családja életével. És inkább ott csínlődnek sokan. Mert féltik a maga életét, meg a családja életével. De kinyírják. Ebben nem akárkik vannak. Nekem megvan, de erre most nincs idő mélységébe belepoljunk. Hát megvannak, hogy milyen benfektesek vannak itt a búsztuk ebben, az öreg búsa, minden. Hó, Kossuth Lajos is benne volt, meg hát dokumentumok vannak erre. Nehogy azt higgyétek, hogy itt a magyarságot, ez kikerült el a szabadkövetség, nem került el, se ki megmondom, a kommunizmus az ugyanaz volt, csak másik oldalban. Igen. Úgyhogy most eztet megvalljuk, mi bocsánatot kérünk az ősök bűneiért, ja, itt írja is azt mondja, ebben is 1749-ben már Magyarországon is regisztrálták a szabadkövetséget, Kossuth Lajos, Klapka György, Pagmaniszki utcában, palotában szoktak találkozni rendszeresen. Úgyhogy ezt is kitesszük, mert az ősöktől ezt is megkaphattuk. Őseink volt nekünk Kossuth Lajos is végül is, igaz? Ne csak a ős, ne csak abba lásd, hogy a te édesapád és édesanyád, hanem te lásd abba, hogy a vérben van a szövetség, Úr Jézus Krisztus vére által tisztít meg minket az ő vére, de tudnotok kell, a mi őseink, az Árpádék, azok a kupába megvágták a karjukat és belecsöpögtették a vért, és vérszövetséget kötöttek. És Isten engem indított, hogy ezeket tanulmányozzam. Ott tudjátok, mi van leírva? Átok alatt legyen a leálló ág is. Le vagyunk folyamatosan átkozva. Na ezért megyünk az Úr el, és mindig megvalljuk az őseink bűneit. Mert mindenki csak nagyon őszinte legyen, ez a Magyarország szerintetek áldás alatt van? Ugyan? Na de Isten azért adta a bölcsességet a keresztényeknek, meg hatalmat,
hogy mi ezt át tudjuk fordítani. És ha mi nem teszünk, a nagyvilágiak nem fogják. Úgyhogy most megvalljuk ezt a szabad könyvességnek minden átkát őseinkre, magunkra, és ebben mindenféle okkultizmus beleveszünk, mert mindenféle praktikák, jóslás, kártyajóslás, rejkimester, meg nem sorolom a sok-sok listát, azt is egy csomagba tesszük ebbe. Jó, és megvalljuk. Vagy horoszkópok, amikor régen lesegettük, vagy valami, ez mind bűn, ugye, ez mind a sátánnak a csapatával tudunk összejönni, és Isten előtt utálatos. Bálványimádás is innyit fakad. Úgyhogy ezt most egy csomagba letesszük ezt is, ez egy nagyon nagy csomag. Jó? Úgyhogy... Na, de én mondom, hogy ami volt, azt majd hallok egy kis időt, és itt magatokba csak kimondjátok. Reiki, meg mit tudom én, kártyajóslás, ami így jön föl bennetek, horoszkóporvasás, lottózás, totózás, régen csináltuk legalábbis így. Az mind a szerencse fortuna szellemével kötött szerződés, de nem Úr Jézussal. Azt tudnod, hogy amikor a bankba is fölvettél pénzt, nem Istennek kötöttél szerződést, hanem az ördöggel. És az mit csinált, ugye, ilyen jó kapat, olyan jó kapat, az kétszer annyit fizetsz, igaz? Na becsapott, mert ő nem egyenes ám. Itt egy igaz bíró, meg igaz ember, ott fönt van. Ugye? A mi Istenünk. Na úgyhogy ezt meg kell, hogy valljunk, hogy ennek az átkalról is kimenjünk. Bocsánatot kérjünk az Úrtól, Uram, mikor anyagiakban nem jó álltam, én nem hozzád fordultam, hanem az ördöghöz. Kérjél tőle bocsánatot. Mi is megcsináltuk, te nehogy az itt nekünk is volt, de már nincs egy szikra adóság se. Tényleg merem mondani, hogy áldás fel elindultunk, de még a családunk is. Látjuk a munkában, meg minden fejlődik szépen. Úgyhogy ezt akarom, hogy ti is az életetekben megtapasztaljátok. Ne csak egy tanítás legyen ez nektek, hanem tényleg szabaduljatok meg tőle, és akkor az áldás fog jönni. De még te nem kész bocsánat, az Úr nem fog megbocsátani. Ő alig várja, hogy megbocsátasson, mert ilyen a jó Istenünk ám. Ő alig várja. Hát de neked ki kell mondani, én nem mondhatod ki helyetted, ugye. Na ezért vagyunk most itt. Jó, akkor mondjátok utána. Oké, benne vagytok? Jó, testvéreim, az Úrnak. Akkor mondjátok, jó? Drága mennyei atyám! Uram Istenem, hozzuk eléd a mi őseinket. Szeretjük őket tiszta szívben, Uram. De atyám, most mi bocsánatot kérünk. A mi őseink bűneiért, atyám. A szabad kövülességbe beléptek, Uram. És leátkozták a családjainkat, Uram. Tudatlanságuknál fogva. Uram, mi megbocsátunk nekik. És egyben bocsánatot kérünk, atyám, ami őseink bűneiért. Uram Istenem, így hozzuk eléd a kommunizmusnak az átkát, Uram. Egyet is bocsánatot kérünk, Uram, ami őseink bűneiért, Uram. Tudatlanságuknál fogva, Uram, szerződést kötöttek, sőt, mi több kötelezték rá őket. Uram, mi bocsánatot kérünk tőled. Bocsánatot kérünk, atyám, a mi saját bűneinkért, Uram, amit mi is elkövettünk, akár szabad kövességen belül, vagy kommunizmuson belül, Uram, bálványimádással például, vagy e hasonlókkal, Uram, Istenem, most mi megvalljuk, hogy mi is bűnösök vagyunk, Uram. Kérünk, atyám, te bocsáss meg nekünk, bálványimádásért, okkultizmusért, Rejki mester, vagy varázslónál jártunk, Uram. Lottóztunk, totóztunk, Uram. Atyám, bocsánatot kérünk tőled. Azért, mikor elmentünk, és szerződést kötöttünk, különféle kamatokra, Uram. Vettünk fel pénzt, atyám. Azért kérünk bocsánatot, Uram Istenem, tőled, hogy ekkora mi hitünket elvettettük, Uram. Mert nem te hozzád fordultunk. És a te igéd meg azt írja, hogy a terheiteket tegyétek az én vállamra. Uram, most mi bocsánatot kérünk ezért is. És kárnak és szemétnek ítéljük, Uram. És mi akarunk várni ezektől a szellemiségektől, Uram. Mert mi terőled várjuk, Uram Istenem, a megoldást, az áldást, Uram. És kérlek, Uram Istenem, hogy most szabadíts meg bennünket. Úr Jézus Krisztusnak a vére tisztítsa meg az elménket,
szívünket, sejtjeinket, Uram Istenem, hogy fehér ruhába tudjunk ülni, Uram, a Te dicsőségedre. Amen. Drága mennyei Atyám, köszönöm Neked, Uram Istenem, ezt a hatalmat, Jézusnak a nevét, Uram Istenem, Atyám, Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, megkötödöm és megtöröm, Uram Istenem, a szabadkövetség átkát, kommunizmusnak az átkát, mindenféle okkultizmusnak az átkát, Uram Istenem, megkötözzük, megtörjük a hatalmát, nazareti Jézus hatalmas nevében parancsolom ezeknek a tisztátalan szellemeknek, kimentek az én drága testvéreimből, leveszitek a kezeteket róluk, semmi javatok nincs, hogy bele legyetek. Úr Jézus hatalmas nevében parancsolom, hogy eltávoztok nazareti Jézus nevében. Köszönjük Neked, drága jóságos mennyei Atyám, kérlek, hogy Te küldjed, Uram, a Te angyalaidat, akik összeszedik ezeket a szellemiségeket, Uram, és elviszik a rendeltetési helyükre, amit Te nekik teremtettél, drága jó Atyám. Uram, becsukom a szellemvilágban az ajtókat, Uram, szellem, lélek és test előtt, Uram Istenem. Drága jóságos mennyei Atyám, kérlek Téged, Úr Jézus nevébe, Te küldjed a Te szent szellemednek a keletét, Uram. Jöjj, drága szent szellem, töltsd be az én drága testvéreimet, Uram. Jöjj, töltsd be őket csurdoltig, Uram Istenem. Jöjj, drága szent szellem, a Te keneteddel, a Te erőddel, a Te gyógyító kenetet töltse be őket csurdoltig, Uram. Minden egyes torcikájukat, fejtetőtől talpáig. Úr Jézus hatalmas nevében. Amen.